érdekes, vagy általában az életet én nagyon szeretem, és azért olyan hamisításnak tűnik. Tehát ehhez képest még egy való világ, ami még a tévén belül is egy mesterséges környezet, az számomra elképzelhetetlen, hogy én ebben bármi érdekeset találjak. Számomra sosem realitás az, hogy ez lenne az általános Magyarországa, mint ami a való világ lakóinak sora. Budapest szemem mindent lát, Budapest szemem mindig online. Ez a Budapest áj, ez a Budapest áj, ó, ez a Budapest áj, Budapest áj, Budapest áj. Ki mondta Budapest áj? Igen. Az eredeti tervünk az volt, hogy megkérdezzük az utcaemberét, hogy ki kit tart esélyesnek a 36 milliós fődíjra, és hogy megtudjuk, ki a kedvenc villalakója. Viszont mi se gondoltuk volna, hogy a körülbelül 100 leszólított ember közül alig csak páran hajlandóak a műsorról nyilatkozni, és akik kamera előtt vállalták véleményüket, azok is lesújtó állásfoglalással voltak a való világ jelenségről. Egyáltalán nincs értelme. Azért így álljon már meg a menet szerintem legalábbis. Totál hülyeségnek tartom. Tehát semmi értelme az egésznek, mert totál fasság az egész. De most komolyan. Tehát, hogy egy villába beköltöznek, nem tudom, 6-an, 10-en, valahányan, és így bent vannak, ameddig ki nem esik mindenki, azt hiszem, totál hülyeségnek tartom. Semmi értelme. Ezzel a való világgal én hadilábon állok. Egy színvonaltalan, nívótlan műsor, és nem biztos, hogy a fiatalokat ezzel kéne kábítani, mert nem ez a való világ. Az a baj ezzel, hogy miután a tévében látják, azt gondolják, hogy ez egy minta, pedig nem jó minta, és nem ez a minta, és nem így kell viselkedni a fiataloknak egymással. Tehát én úgy érzem egyébként, hogy mintha kukolnék másokat, de nem akarok kukolni, tehát innentől nem nézem. Akkor az ember látja így a reklámok között, vagy ilyen műsor előzetesben, hogy miről szól ez a való világ, nem biztos, hogy ebben, hogy már kéne ilyet adni. És ezzel a fiatalokat kábítani, mert ez úgy szólván egy kicsit durva, ez a 18 plusz karikás. Hát én azt gondolom, hogy néztem a való világot. És sajnos olyan dolgok történnek, hogy... Tehát a valóság. Tehát volt egy hölgy nappal, a paplan alatt, tehát együtt volt akármivel. Tehát kitárják a világba, amit nem kéne. Mónika Show, gyűlölöm. Én úgy gondolom, hogy a mai 21. században nem éppen helyét való, tehát igazából degradálónak tartom, illetve én nem nézem, viszont úgy gondolom, hogy az embereknek nyilván vannak céljuk, amikkel el szeretnék érni. Nekem nincs ellenemre egyik se igazából, és nagyjából igazából ennyi. Tehát, hogyha most valaki sikeres akar lenni, akkor legyen, de ne feltétlen például így. Az előbb említetted, hogy egy ismerősöd még szerepel benne, és így sem nézed? Igen, igen, sajnos, de... Ki ő, tudhatjuk? Igen, a Robi. Úgyhogy sok sikert neki. Nem követem a való világot, szóval nem tudok el sokat hozzászólni. Viszont a nők elnyomása az abszolút egy... Az egy olyan dolog, amit nagyon ellenzek, és ezt minden férfinak ez ellen fel kéne lépnie. Nincs tévém, mert valahogy... Sose jött nekem be ez a műfaj, hogy mesterséges mások által kell megéljem az életet. Tehát a tévé nekem egy olyan eszköz, ami egy mesterséges életet hoz be az én életembe, holott az én életem nagyon érdekes, vagy általában az életet én nagyon szeretem, és azért olyan hamisításnak tűnik. Tehát ehhez képest még egy való világ, ami még a tévén belül is egy mesterséges környezet, az számomra elképzelhetetlen, hogy én ebben bármi érdekeset találjak. Ez egy fölösleges baromság, abszolút. Egy teljes, tulajdonképpen az egész ilyen fertőt, amit ebben így a hülyeséget szólozza meg ezerrel, értelmetlen. Szerintem lejárt lemez. Az egész világ az
orrunk előtt hever, úgyhogy teljesen feleslegesnek tartom, mert a szex az utcán hever, már nem lehet semmit eladni szex nélkül, úgyhogy ott is a szex a fő téma, már amennyit látok belőle, úgyhogy szerintem teljesen felesleges. Én úgy gondolom, hogyha egy bármilyen sorozat, vagy egy ilyen hosszabb munka eljut a 10. évadig, akkor szerintem létrejogosultságról mindenképp beszélhetünk. Én ugyan személy szerint nem nézem, láttam pár részeket, meg ismerem, hogy tudom, miről szól, de szerintem így alapvetően ez egy élvezhető, könnyed műsornak tűnik nekem. Belekeverve így a mai 21. századnak a mocskos világát is, meg a nyelvezetét is, tehát én nem ehhez a nyelvezethez szoktam, nem az én műveltségemhez tartozik alapvetően, de természetesen ismerem. Régen többet néztem, mert most nagyon, így hogy mondjam, így rosszabb lett, így már nem tetszik annyira, mint régen. Sokkal több az indulat, és mindenki így rosszabb fele irányítja a dolgokat. Én nem nézem a való világot, viszont szerintem eléggé rossz fényt vett a fiatalabbakra ez, és nem a valóságot tükrözi, és lehet, hogy egy csomóan ezt úgy veszik, hogy így kell viselkedni, és ezt kell csinálni, és tőlük vesznek példát, szóval ez szerintem egy eléggé rossz dolog, és nem ezt kéne nézni. Hát én sem nézem, de szerintem elején jó volt, de most már igazából csak a nézettségre mennek. Még nem értem, hogy miért, mert egyre rosszabb az egész. Szóval így, hát ami hasonló véleményem van, első konkrétan feleslegesnek tartom, mert csak az emberek lejáratják ott magukat. Én pontosan nem láttam a tévéműsort, de úgy gondolom, hogy nem kéne a mai világban elnyomni a nőket. Visszaesett szerintem a nők elnyomása, hiszen amilyen társadalmi rétegből én vagyok, ott én ezt egyáltalán nem látom. Tehát a családomban, a közösségekben, az iskolában, ahol járok, ott én nem látom ezt, és én úgy gondolom, hogy egyenlőnek kéne lennie a nőknek a férfiakkal. De sajnos a mai világban nem minden szempontból azok. Nem vagyok egy teljesen genderpárti se, tehát én úgy gondolom, hogy minden a természetes módon, hogyha van, az jó, de az nem azt jelenti, hogy el kell nyomni a nőket egyáltalán. Tehát mondjuk egy párkapcsolatban közös döntéseket kéne hozni szerintem. Szerintem nagyon létjogosultsága nincsen, hiszen mi magunk is be vagyunk zárva, és hát ez nagyon vicces, hogy a karantén idején bezárt embereket kell nézegetni. Nem látom ennek az újdonság értékét, habár nem az én korosztályomnak szól, azért ezt mondjuk meg, hogy én annál a korosztálynál jóval idősebb vagyok, de engem érdekel például az ilyen játékoknak a műfaja, és én azt gondolom, hogy ez egy jó formátum, de egyrészt ez a 10. évad, tehát már el is fáradt egy kicsit a formátum önmaga, másrészt hát itt mindig a castingon van a hangsúly, hogy kiket ültetnek össze. Én számomra sosem realitás az, hogy ez lenne az általános Magyarországa, mint ami a való világ lakóinak sora. Ezek a műsorok mindig megpecsételnek szerintem valamit, aminek mindenkinek megvan a saját véleménye róla. Persze van, amikor mutat tényleges dolgokat a életből, viszont nagyon sokszor el van túlozva, és nem tudom, szerintem az emberek néha rosszul fogják fel ezeket a dolgokat, és teljesen félreértelmezik a egyes részeit ezeknek a műsoroknak, de nem csak műsornak, hanem teljesen más témakörben is sokszor félreértenek nagyon sok dolgot. Van konkrétum, amire gondol? Hát nem tudom, így közösségi médiában, amikor valaki megemlít egy témát, és egyből félreértik, egyből rá ugranak az emberek, hogy nem így kéne, miért ez, miért az, meg hasonlók. Nem tudom, nálunk baráti körben is volt hasonló, hogy egyes téma így felugrott, és akkor más volt a véleményünk, és így kicsit érdekesen jött ki a dolog. Szaffi? Hát igazából teljesen egyetértek a Zsanninak a válaszával, és amúgy én is teljesen azt gondolom. Amikor kicsi voltam, hogy emlékszem, amikor bejött ez a franchise, a való világ meg a Big Brother, és szerintem az első két szériát néztem, és azóta nem követem. Szóval, és amúgy szándékosan nem is nézem, mert kábel TV előfizetésünk sincs, de nem igaz, hogy nem nézek trást. Már nézek trást, mert én amúgy szeretem a trást, de az amcsi trást. Tudod, ez a TLC, ezen nagyon dagadtak vagyunk, nem tudunk megmozdulni. Tehát, hogy az a baj, hogy ez ilyen guilty pleasure, és akkor ezzel így megy el idő, és hogyha már elmegy vele az idő, akkor az
Amcsi Guilty Pleasure-t eszem, és ezért nem követem. Dundi nővérek? Igen. Imádom.